Elkezdődött a Dorkán Szolgált Alapítvány karácsonyi tartós élelmiszergyűjtő kampánya. A segélyszervezet munkatársai az akció során 2000 kék vödröt szeretnének megtölteni tartós élelmiszerekkel. Az önkéntesek már meg is jelentek a város több pontján, hogy cukrot, lisztet, konzerveket, étolajat, édességeket, fűszereket és száraz tésztát gyűjtsenek, amit még karácsony előtt szeretnének eljuttatni a rászorulókhoz. Köszöntöm a stúdióban a segélyszervezet igazgatóját, Kis Ábel Lukácsot. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Jó estét! Ahogy mindig szokott lenni, karácsony előtt kezdődik. Adventi időszak, az azt jelenti, hogy önöknek kezdődik a gyűjtés. Hát most sem volt ez másként. Így van, szerintem itt Debrecenben már mindenki számára ismert a kékvödör. Mi így gyűjtünk, ezt adjuk. 12 literesek, 5-6 kg élelmiszer fér bele, 6500 forint értékbe töltjük meg őket, és most már online is mindezt meg lehet tenni. Szeretnénk, hogyha 1300 rászorulóhoz eljutnánk az advent folyamán, illetve karácsonyra oda kerülnének ezek a kék vödrök, úgyhogy ez a célunk. De 2000 kék vödröt hirdettünk meg, ugyanis szeretnénk, hogyha januárban és februárban is tudnánk nekik segíteni. Igen, mert az mindig egy külön kihívás és érdekesség, hogy mindent az ünnepre, na és akkor mi van utána? Így van. Akkor jönnek be a nagy hidegek, nagy rezsiszámlák, és ezek a családok, idősek azért nagy figyelmet kapnak most karácsonykor. Viszont arra is kell gondolni, sokszor ugye a kicsik tekintetében, akik nem feltétlenül tehetnek arról, sőt nem az ő hibájuk, hogy a szülők akár pénzkezelési vagy egyéb gondokkal küzdenek, ők viszont fáznak, nekik enni kell, őket öltöztetni kell, tehát különösen rájuk való tekintettel mi ott leszünk ezek mögött, a családok mögött, januárban, februárban, egészen húsvétig. Hol gyűjtenek? Nagyon sok gyűjtőpontunk van, a dorkász.hu-n ezekről lehet érdeklődni, és most 3 hétvégén keresztül belvárosi bevásárlóközpontoknál is jelen vagyunk, tipikusan péntek délután és szombat délelőttönként, de nagyon sok cég, iskola, intézmény, gyülekezet is csatlakozott a gyűjtéshez, úgyhogy szeretettel várjuk a felajánlásokat, azokat az önkénteseket, akik szívesen segítenének a szórólaposztásban, vagy akár a tartós élelmiszercsomagok elkészítésében, vagy azokat az intézményeket, cégeket, akik jelentkeznének gyűjtőpontnak. De még egyszer mondom, hogy a dorkász.hu-n szintén online pár perc alatt megtölthető egy kék vödör. Az tök jó, hogy neki se kell mozdulni, és otthonról is működik. Ha jól tudom, már nem csak Debrecenben gyűjtenek. Így van. Budaörsi irodány most már 2 éve aktív. Ott is kitűztek ennek a tizedét, 200 vödröt szeretnének megtölteni, és családok átmeneti otthonába, hajléktalan központba és gyermek lakóotthonokba is visznek belőle, úgyhogy most már ott is van egy ilyen. Mindig beszélgetünk a gyűjtésről, de most beszéljünk picit azokról, akikhez eljuttatják. Honnan tudják, hogy kikhez kell vinni, hogy tartják velük a kapcsolatot, hogyan lesz jó helyre, hogy kerül majd jó helyre a kékvödör, megtöltött kékvödör? Itt valóban a kapcsolattartás és a személyes ismertségen van a hangsúly. Ugye a segélyezés most amúgy is átmegy egy paradigmaváltáson, és talán az adományosztástól jobban a hangsúly a szemléletváltásra, a képzésre, a közösségépítésre kerül, és ezért kulcsfontosságú, hogy olyan helyi vezetőkkel kapcsolódjon a dorkász is, legyen az egy közösségépítő, szociális munkás, családsegítő vagy gyülekezet nagyon sok esetben, aki nem csak jó szakember, de ismeri is a helyi közösséget, és biztosítja a számunkra is, hogyha megfelelő helyre kerülnek ezek az adományok. Most nagyon izgalmas ez a kérdés pont ebben az időszakban, hiszen 2015 óta megy a család és idős gondozásunk, ami 2025-től átalakul. Tehát lesz nálunk is most egy paradigmaváltás kicsibe. Ugye a menekült misszió adott egy óriási hátteret, betekintést, hogy mit jelent 220 ezer éjszakát eltölteni, együtt élni 0-24-be olyan halmozottan hátrányos helyzetű emberekkel, akik nem csak menekültek, hanem mély szegények is. És feltártunk 8 olyan kulcs területet, problémapontot, hogyha tetszik, amikre szeretnénk mi is összpontosítani a magyarországi mély szegénység tekintetében. Tipikusan ezek párválasztás, gyereknevelés, pénzkezelés, időbeosztás, kommunikáció, amik visszatérő problémák, és nem csak a tüneteket kezelik, hanem mögé mennek annak, hogy miért vannak visszatérő mintázatok a szegénységbe.
Úgyhogy a következő évben egy kicsit mi is közelebb megyünk, mint Dorcas a kedvezményezettekhez, közösségépítő tréningekkel és olyan képzésekkel, amik előidézik, segítenek ebbe a szemléletváltásba. Területek ez mit jelent? A 200-at értem Budaörsön, de itt mondjuk Debrecen térségében történik az osztás, vagy nagyobb kitekintésben? Debrecen térségében fog a nagyja célba érni, viszont pont most derítjük fel, hogy Székelyhídon, tehát itt mellettünk Erdély Párcium, ez már Románia területe, van olyan terület, ahol összpontosul 2000 hátrányos helyzetű roma embertársunk, akiknek igazán nagy segítségük van, szükségük van a segítségre, úgyhogy lehet, hogy oda is el tudunk érni. Ez nagyon érdekes, amikor az egy segélyszervezet, gondolom, keresgéli azokat a pontokat, hogy hol kell, miben kell segíteni. Nagyon érdekes ez a felvetés, hogy meg kell változtatni a segélyezés módját. Magyarul hálót kell adni, és nem pedig halat. Így van pontosan. Önállóságra kell nevelni. Ez egy nagyon fontos cél, hiszen ez egy nagyon szép feladat, és jó érzést tenni, de igazából akkor érnek ezek a vödrök is célba, hogyha változást érnek el. És szeretnénk ezért, hogyha a társadalomra való hatásunk az tényleg mérhető, és a változás az pedig nagy, és ennek pedig a gyökere az, hogy ők meggyőződés szinten megváltoznak valamiben, és egy olyan döntést hoznak, ami már nem visszavezet a szegénységbe, hanem a jó élet felé mutat. Aki adományoz, kap-e visszajelzést? Igen, ez szintén nagyon fontos számunkra. Valaki amúgy elzárkózik ettől, és nehéz a névtelen adakozót sokszor lekövetni, de szeretnénk egy közösséget építeni, és ennek különösen most induló kezdeményezésünk által meg is lesz a lehetősége, hiszen januártól indul egy olyan csoport, egy közösség, akik rendszeres adakozók. Ennek lesz egy külön aloldala, egy külön közössége, közösségi médiában is, akik olyan tartalmakban, szakmai információkban is részesülnek, mint amiben többiek nem. Viszont mi is azt kapjuk tőlük, hogy ők rendszeresen ott vannak a Dorcas mögött, úgyhogy akik számára ez fontos, azoknak megadjuk ezt a lehetőséget. És a nagyon fontos kérdés még az önkéntesek. Tehát szóba került, hogy önkéntesek mennek ki, azért mindenki az idejét, mármint aki úgy dönt, odaadja. Igen. Azért ez sem kicsi dolog. Óriási. Óriási. Szerintem, aki ma az idejéből ad, az egy óriási kincset oszt meg akárkivel. Nagy szeretettel várjuk mi is az önkénteseket. Ugye ezért készült nekünk is ez egy olyan aloldal, ahol látják az időpontot, a helyszínt, azt az időtartomot és a feladatleírást, amire szükség van az adott időszakban. Természetesen most, ahogy felsoroltam az elején, az adventi időszakban a kékvödör körül forognak ezek a feladatok, de az év minden pontján lesznek olyanok, amikor sok-sok önkéntesre fogunk számítani. A fiatalokat mennyire lehet bevonni az önkénteskedésbe? Mi a tapasztalat? Változó. Ők nagyon szeretnek a saját korosztályukkal időt tölteni, viszont hihetetlen lendületet képviselnek. Abszolút ők a jövő, és lehet, hogy máshogy gondolkodnak idősebb generációkhoz képest, de nekem nagyon tetszik az, hogy borzasztóan érzékenyek. És készek segíteni. És őket nem kell győzködni arról, hogy ennek van értelme. Akkor 2000 vödör a cél, annak a gyűjtése megy. Még egy kérdés azért a végére. A nagyokat, a nagy multikat meg lehet ilyennel szólítani? Meg. Sőt, a 8 cég közül, akik most a kampány elején mögénk álltak, a nagy része multi. Hát akkor szépen gratulálok, ez egy nagyon szép eredmény. Kívánom, hogy teljen meg, kívánom, hogy minél többek ezt tudják eljuttatni, minél több arcra tudjanak mosolyt csalni. Köszönöm. Én is köszönöm. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!